Három kulcsfontosságú adatkábet vágtak el a vörös tenger alatt, és egyes feltételezések szerint nyilván a helyi konfliktus állhat a háttérben, a jemeni huszi lázadók követhették ezt el, senki sehonnan ezt nem erősítette meg. Mennyire vagyunk kiszolgáltatottak ezeknek a konfliktusoknak, amikor adottnak veszük, hogy bekapcsoljuk a készüléket, van internet, akkor mennyire tudatosul bennünk, hogy emögött bizony egy fizikai infrastruktúra áll, ami sérülékeny. Ormos Zoltán, internetjogász, köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó Jó kívánok. Igen. Hát gyakorlatilag ugye ezt már mindenki készpénznek veszi, hogy, hogy száguld az internet, videókat lehet nézni, ugye régen azért egész más volt az internet kapcsolódási sebessége, most ezek a nagy üvegszálas kábel kötegek, tehát ezek lehetővé teszik azt is, hogy gyakorlatilag pár tized másodpercen belül akár Londonból, New Yorkba, Londonból, Hongkongba, ugye most ez az irány sérült elsősorban, Ázsiába, tized másodperceken belül eljussanak például részvényvásárlási döntések, vagy eljusson egy indiai ügyfélszolgálatosnak a videóhívása, mondjuk kiszolgálja az Egyesült Államokat, vagy Angliát, vagy akár Németországot, Indiából szolgálják ki több ezer, vagy több tízezer ügyfélszolgálatosa. Valahol ez az infrastruktúra, mindenki azt hiszi, hogy ez csak úgy megy magától, óriási komoly fizikai háttere van ennek, nagyon komoly tengeralatti kábeleket fektetnek le, és, és, működtetnek, tartanak folyamatosan. Mennyire sérülékenyek ezek a kábelek, mert ugye most megy a találkozás a háttérben, hogy ki és hogyan követhette el. De van a gyakorlatiasabb válasz erre, hogy lehet, hogy a, a, vasmacska vágta el, ugye a másik a fele azt mondja az értekezőknek, hogy hát a húszi lázadók merülhettek alá és vághatták le, de hát ezért ez nem olyan, hogy az ember oda megy egy ollóval, gondolom, és elvágja. Esz, persze, persze ezzel szokták mondani, hogy most a, amúgy különben energiahordozó infrastruktúrák is vannak, tehát most az internet ugye az egy dolog, természetesen olajban is van, és amikor volt a múltkor a Balti-tengeren az átvágás, azért, azért azon a vasmacskán CIA felirat is lehet. Lehetett, vagy akár orosz titkosszolgálatoknak a felirata is lehetett. Tehát ez nagyon komoly dolog, csak azt akarom ezzel ezeket tenni, hogy nagyon komoly eszköz kell ahhoz, hogy egy ilyen mélytengeri kábelt el lehet vágni. Tehát nem az, hogy a húsz lázadók gyöngyhalászként lemerültek, és ott egy emecióval elvágták az éppen látott drótot. Tehát ezért az ilyen mélységi merülésekhez nagyon komoly technika kell, ugye, akár robotizált technika kell, amit, amit nem olyan könnyű azért megteremteni. Meg nem is olcsó, tehát és ez nagyon eszköz. ez még nem zárja ki azt, hiszen Irán támogatja ugye a jemeni lázadókat, tehát hogy ott azért van azért egy komoly háttér és támogatottság, lehet, hogy a feltételek ehhez adottak. Ez. A javítás viszont szintén nem lesz egy könnyű folyamat, pont a térségben lévő Hát háborús helyzet miatt, vagy ugye aktív jelenlévők miatt. Igen. Azért az fontos tudni, hogy sosem szólóban mennek. Tehát nem egy irányban a, a vitt adatmennyiségnek a kábele, az nem egyedül van. Annak van mindig egy tartalékkábele, ami egy redundáns kábel, tehát azt adott esetben nem is használnak egyáltalán, amíg az első nem sérül. És amikor az első sérül, akkor bekapcsol a redundáns. Tudomásom szerint nyilatkozott több szakértő is ebben a kérdésben. Itt is ez történik, tehát hogy gyakorlatilag azonnal átkapcsoltak egy tartalék abban, az irányban menő vezetékre. És a másik az, hogy az internetnek ugye ez a szétszórt hálózatos jellege az lehetővé teszi, hogy egy adott irányt egy kerülővel könnyen ki lehet váltani. Tehát lehet igaz, hogy megterheli a kerülőútnak, az hasonlít az autóforgalom. Megterheli annak a kerülőútnak útnak a forgalmát, azonban mégis meg tudja oldani azt, hogy kicsit lassabban, de elviszi azt a forgalmat, amit a kieső alap szál elveszít. Ebből kiindulva kijelenthető az, hogy igazából elvágni az internetet úgy, ahogy van. Nem lehet? Mert hogy hálózatról beszélünk, útvonalakról, csomópontokról? Pontosan. Tehát ugye az árpanet, ez volt az őse az internetnek, az pontosan a háborús helyzetekre alkotta meg az Egyesült Államok hadseregének készült ugye, a, a, az a hálózati modell, és annak pont az volt a lényege, ha kiütnek sok pontot a hálózatból, még akkor is a hálózat recsegve ropogva, de el tudja vinni ezeket a forgalmakat, hiszen nem egy ilyen lineáris összekötések vannak, hanem hálózati teljes összekötések. Jó, akkor egy ilyen egyébként nagyon fontos adatkábelnek a megrongálása, az pontosan milyen problémát okoz azzal, hogy lassabb lesz a rendszer, ennyit ja. tapasztalunk belőle? Pontosan. Tehát pont ez történik, ugye addig, amíg átállnak arra a tartalék redundáns vezetékre, ami annak a vezetéknek a tartalék vezetéke, és nem ebből a hálózati hatásból jövő megoldási lehetőség, addig egyrészt van egy jelentős lassulás, amikor az bekapcsol, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy helyreáll a rendszer, és utána van jó pár hét, hogy megjavítsák az alapprimer vezetéket, illetve hogyha végig kerül útra kényszerül, tehát nagy Isten a tartalékvezetékkel is valami gond van, vagy nagyon nehezen lehet rátálni, akkor pedig egy jelentős lassulást tapasztalható ezekben az irányokban. Jó, jelent. de azt azért látnunk kell, bár hétköznapi felhasználóként ugye az ember mit érzékel belőle, nem tud éppen a Facebook profiljára felmenni, vagy nem tud instázni, esetleg nem megy el egy WhatsApp üzenet. De azért ennél magasabb szinten is használják ezeket az interneteszközöket és kábeleket, hogyha ezt globálisan vizsgáljuk, ami, akkor mi a legaggasztóbb kérdés például akkor, amikor egy ilyen kábel szakadás hm. megtörténik. Ami biztos, ahol, 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 tized másodpercek, másodpercek is számítanak, az a pénzügyi infrastruktúra. Tehát az, hogy a bankok összekötései, a tőzsdék összekötései egyrészt egymással, kettő pedig azzal a kiszolgáló ügynöki hálózattal, tőzsde ügynökökkel, illetve hát értékpapír ügynökségekkel, amelyek értékesítik például a részvényeket, vásárolnak, megbízásokat közvetítenek, hoznak, visznek, ezeknél tized másodpercek is számítanak, nem hogy ilyen percek, tehát hogy, vagy akár óra lassulások. Tehát, hogy azért ez adatmennyiségben ez egy jelentős dolog. Illetve még talán a, a, ami egy jelentős történet, ez a kiszervezett infrastruktúrák, tehát amikor Ázsiába áttelepítenek, ugye Ázsiából nagyon sok termék is érkezik, az egy dolog, de ezen túlmenően nagyon sok szolgáltatás érkezik ö, ö, a fejlett világ felé, és ezeknek a szolgáltatásoknak a lassulása eredményezheti azt, hogy például egy amerikai bank ügyfélszolgálata nagyon lassan elérhető, mert hogy az indiai ügyfélszolgálatokat. A, a hadi helyzeteket nem emeltek ki, pedig gondolom, hogy ők is valahol ilyen vonalakon működhetnek és áramoltatják. Igen, azért. de nekik aztán meg különösen nagyon sok redundáns megoldásuk van, tehát ők, ők gyárilag készülnek arra, hogy, hogy kiesnek hálózati elemek. Eleve tőlük származik az, ami... <laughs> ez, ez az egész igen, az ötlet az egész, igen. származik, igen. Uh, nagyon röviden a az, hogy egy ilyen rendszer megsérül, akár egy bizonyos ellenében jelenthető, hogy egy darab szolgáltatás számunkra lassabbá válik, a minapi Facebook Messenger leállás például, az lehet-e egy ilyen infrastruktúra hibának az oka? Igen, ez mondjuk érdekes dolog, ez majd kíváncsi leszek én is, hogy ennek mi lesz az oka, hogy összekapcsolódik-e ez a két dolog. Tehát tegnap ugye fél öt magasságában történt az, hogy, egyszerűen nem lehetett belépni, körülbelül én egy-másfél-két óráig tartott ez a történet, tehát nem volt egy olyan hosszú, de a teljes meta infrastruktúrába, tehát ugye a Facebook, Instagram, Messenger, funkciókat érintette, hogy ez elvileg köthető ehhez, tehát lehet azt mondani, hogy valamilyen autentikációs elem ezen a hálózaton volt rajta, és mivel ez nem volt elérhető, egyszerűen levágta a rendszer, és azt mondta, hogy addig ne gyertek be, ne használjátok a Facebookot. Ormos Zoltán internetjogásznak, köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.